Október 6-a gyásznap. Megemlékezéses súlyos nemzeti tragédiáról. Talán joggal vetődik fel sokakban a kérdés, mi értelme van tragédiákat gyászt ünnepelni. Meglepő és elszomorító, hogy ünnepeink köztünk ez is, mintha vesztene jelentőségéből, és felmerül a kérdés, hogy marad-e időnk a túlhajtott világban tisztességgel megemlékezni hős elődeinkről. Különben is mondhatnák, hogy történelmünk legszebb lapjait elcsúfítják a vereségek, kudarcok, történelmünk utolsó évszázadait szabadság az emberi jogok kivívásáért folytatott küzdelmekkel voltak teli. Vesztes csaták hősei állnak szemben számtalanszor az elvtelen megalkuvások és árulások képviselőivel. A történelem szereplőinek megítélése koronként és nemzedékenként, országonként változhat, de mégis voltak olyan nemzeti hősök, akiknek a megítélésében mind a történések idején, mind a mai történelmi távlatból visszatekintve is egységes tudott maradni nemzetünk. 1849 óta országunkban a nemzeti újjászületés csak akkor indult meg, ha a nemzet újra hinni kezdett önmagában, ha bízott saját jövőjében. Így volt ez a kiegyezés utáni országban, és így kell, hogy legyen ma is, és újra és újra be kell látnunk, hogy legfőképpen magunkra, saját teljesítményünkre számíthatunk. És mire lenne ezután is most szükség? Összefogásra, építésre, a nemzeti érdek maradéktalan érvényesítésre. Vannak eredményeink az országban és a városunkban is, merre büszkék lehetünk. Még akkor is, ha akadnak, aki ezt a látható és mérhető teljesítményt, az önökkel közösen megvalósított eredményeket megkérdőjelezik, leginkább azok, akiknek csak az éppen aktuális választások előtt vannak ötleteik, és ekkor buzog fel bennük a tenni akarás. Tisztelt lenti polgárok, ezúton is szeretném megköszönni képviselőtestületünk nevében is az önöktől kapott segítséget, az együttműködést, az összefogást, amely lehetővé tette az elmúlt időszakra kitűzött közös céljaink megvalósítását, azt a számos eredményt hozó településfejlesztő munkát, amely meghatározta a következő ciklusprogramot is. A következő 5 év szintén a cselekvés időszaka kell, hogy legyen. Számítunk támogatásukra a közös feladataink megoldásában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Az aradi 13-ak példája fényes bizonyítéka annak, hogy a nemzet csak azokra emlékezik, akik képesek voltak nem csak saját érdekeiket, de ha kellett mindent feladni a közös, szent ügyért, akik mertek nagyok lenni, és ők mertek nagyok lenni. Ők 13-an nem voltak egyformák, de mégis egyé lettek. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél, búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott aluszta csendes álmát az aradi 13. Este jött a parom.